Iskola kezdéskor minden forint számít. Ez a szülők számára mindig egy megterhelő időszak, hiszen az új tanévre számos új dolog megvásárlása szükséges. Attól függően, hogy hanyadikos gyermekről van szó, 20 ezer-től akár százezer forintig is rúghatnak a költségek. Ehhez jelentett korábban nagy segítséget az iskola kezdési támogatás, amelyet azonban ettől azért jelentős változások érintettek. A kafetéria rendszer átalakítása óta ugyanis már nem létezik, mint kafetéria elem. Egyes munkaadóknál ennek ellenére továbbra is biztosítják munkabérbe építve a kedvezőtlen jövedelemkénti adózás és jóval több adminisztrációs munkadatszára. Szerencsés esetben a munkaadó megtartotta az eddig igényelhető összeget is. Mindkét szülő kaphat iskolakezdési támogatást, még ha az anya és az apa azonos munkahelyen is dolgozik. Erről a munkaadó dönt. Összege amennyiben a munkaadó tartja a tavaly még kérhető kafetéria összegét, egy gyerek után nem lehet több a bruttó minimálbér 30%-ánál, azaz maximum 44.700 forint. Kettő gyerek után 89.403 után 134.100 forint. Négy után pedig már 187.800 forint. A szülők nem csak munkahelyükön kaphatnak támogatást az iskola kezdési költségekre, erre a települések önkormányzatainál is van lehetőség, ezek azonban eltérő összegekkel járulnak hozzá a költségekhez, ahogy a feltételek is változók. Az igénylés minden esetre ebben az esetben az illetékes önkormányzatnál nyújthatják be a szülők.